Sziasztok, Tőke Szil vagyok a Pik Cukrásza, és most kivételesen egy sós finomságot szeretnék nektek megmutatni ebben a videóban. Együtt ebből a Pik Vega fasírporból összedobunk egy villámgyors hamburger szendvicset. Tartsatok velünk! Elsőnek is a hamburger pogácsákat fogjuk elkészíteni a Pik fasírporból. Itt a dobozon látható útmutatót követtem, azaz 100 g fasírt porhoz 90 ml vizet öntöttem, és ezt alaposan elkevertem. Ebből a masszából amúgy mérettől függően akár 2-3 fasírtot is ki tudtok sütni. Hogyha elkészültetek a masszával, akkor forrósítsatok fel egy serpenyőt olajjal. Ha diétáztok, akkor ajánlom az MCT olajat, ez nagyon jótékony hatással van az anyagcserétekre, de természetesen más zsiradékon is kisüthetitek. Hogyha a pogácsa már ilyen aranybarnás, akkor nyugodtan meg lehet fordítani, hogy mind a két oldala alaposan átsüljön. Hogyha megpirítottuk a pogácsánkat, akkor egy wrapbe fogjuk helyezni a tetszőleges hozzávalókat. Én elnegyedeltem ezt a wrapot, és sajttal, zöldségekkel és cukormentes ketchuppal töltöttem meg. Ezzel a negyedelős módszerrel picit be is vágtam így négy részre, hogy ilyen módon össze tudjam hajtogatni, és igazából egy hamburger szendvicset kapjunk. Ezt még meg is lehet pirítani. Akkor a sajt is ráolvad a rétegekbe, is nagyon-nagyon finom lesz. Bármilyen olajon megpiríthatjátok, én itt most a 0 kalóriás olajsprével fújtam ki a serpenyőt. És igazából meg is vagyunk, jó étvágyat kívánunk mindenkinek hozzá! Ha tetszett ez a videó, akkor kövessétek a Pik Konyha Nyelven gasztrosorozatot, ahogy látjátok, diétás sós finomságokkal is várunk titeket. Sziasztok!